27. fejezet. Kéti. Damon döbbenten hátra hőkölt. Nem, válaszolta rekedten. Az nem lehet. Sajnálom, szólalt meg Matthew. Nem hagyhattam, hogy ez történjen. Micsoda? Kérdezte Dee. Sápat volt, a kezeit ökölbe szorította. Matthew nem vette le a szemét Damonről, a hangja, az egész lénye könyörgött neki, hogy értse meg a felfoghatatlant. Nem veszíthetlek el mindannyiótokat. Ti vagytok a családom. Eden már meghalt. Halott amiatt, amit a Dédelus akar. Meg kell értened, ezt nem bírtam volna még egyszer végigcsinálni. Megborzongtam. Még egyszer. Matthew rám nézett ragyogó kék szemével, és mintha kiszedte volna a kontaktlencséit, most először tisztán láttam a bizalmatlanságot és a gyűlöletet a tekintetében. Olyan erős volt az érzés, mintha még távolról is horgokat akasztott volna belém. Ezért nem vegyülünk az emberekkel. Balesetek mindig történnek. Természetes, hogy megmentjük azt, akit szeretünk. Ezért nem szeretjük meg az embereket, mert ide vezet. Attól a perctől kezdve, hogy valamelyikünk összeakad egy emberrel, a Dédelus ott liheg a sarkában. Jézusom! Dee a szájához kapta a kezét, Paris halkan ciccegett. Ez szörnyű okra, hogy eláruld azokat, akiket a családodnak tartasz. Nem érted. Matthew kirántotta magát Archer szorításából. Ha fel kell áldoznom egy valakit, hogy a többieket megmentsem, megteszem. Már megtettem. Ez volt a legjobb választás. Döbbentem, meredtem rá, néhány másodpercig gondolkodni sem bírtam. De aztán eszembe jutott az éjszaka, amikor Damonnel elmentünk hozzá, miután kilestük, hogy az Arun bemegy Nancyvel a házba. Aznap éjjel mondta el nekünk, hogy ha Bess még él, akkor Dawson is. Matthew nagyon sok mindent tudott, mi pedig sosem kérdőjeleztük meg. Ezt a helyet is ismerte, de sosem említette. Úrrá lett rajtam a rémület, úgy meredtem rá. Luke oldalra hajtotta a fejét. Mit ígértek neked? Mindenki másnak szabad elvonulást, ha átadsz egyetlen egyet? Egyenlő alkú? Egy élet egy csomó másikért cserébe? Úgy éreztem, hányni fogok. Damont és Ketet akarták. Nézett vissza Matthew Damonre. Megígérték, hogy senki másnak nem esik bántódása. Megőrültél? Rikoltott a díj. Ezzel nem teszel jót senkinek. De igen, üvöltött vissza Matthew. Mit gondolsz, miért hagytak békén téged meg Damont? Tudtatok Dawson kapcsolatáról, arról, hogy beavatta Bethanyt. Mindannyian veszélyben voltatok. Muszáj volt csinálnom valamit. Nem, szólalt meg Bess is halkan, de határozottan. A nagybátyám adott fel, min... A nagybátyád megerősítette a gyanújukat. Vágott közbe undorodva Matthew. Amikor megkerestek, miattatok... Rám bízták a választást. Ha elmondom az igazat a kapcsolatotokról, és arról, mit tudsz, mindenki mást békén hagynak. Testréci! Damon testének körvonalai elmosódtak. Ki adtad nekik Dawsont? A testvéremet? Minden szavából csepegett a düh. Matthew a fejét rázta. Te is tudod, mit tesznek azokkal a luxenekkel, akik megszegik a szabályokat. Azzal fenyegettek, hogy mindannyiótokat elvisznek, még benneteket is. Fordult Ash és Andrew felé. Nem volt választásom. A szobában szinte pattogott a levegő az energiától. Igen, a Dédelusban végzik, felelt Archer az ujjait tornáztatva. Épp ott, ahová Damont meg Katie-t küldted. Te árultál el minket, Bess-szel. Dawson hangja megcsuklott, ahogy az utolsó szavakat kiejtette. Matthew újra biccentett. Sajnálom, de mindenkit veszélybe sodortatok. Damont, mintha gyomorszájon vágták volna, de a fokozódó hőség nem tőle ered, hanem Dawsontól. Páraként szállt fel belőle az energia. Most is ugyanaz a helyzet. Matthew összekulcsolta a kezét, mintha imádkozna. Csak Damont és Katie-t akarják. Mindenki más, beleértve téged és Bess-t is szabadon elmehet.
Muszáj volt megtennem. Meg kellett védenem. Dawson olyan gyorsan cselekedett, hogy még ha látta is valaki, akkor sem volt alkalma beavatkozni. Hátralépett, és egyetlen erős, instabil energialöketet lőtt Matthew mellkasába. Matthew megpördült áltában. Tudtam, hogy már halott volt, mielőtt földet ért volna. Tudtam, hogy Dee sikolyát hallom. Tudtam, hogy Damon megmarkolta a karomat, hogy kirángasson. Tudtam, hogy Archer hangja hatol át a káoszon, és ő hoz Damonnel együtt utasításokat. És tudtam, hogy el kell tűnnünk, gyorsan. Azt azonban sosem gondoltam volna, hogy Matthew ilyesmire vetemedik, vagy hogy Dawson szemrebbenés nélkül megöli. Maradj mellettem, cica. Damon hangja a bőrömet simogatta. Akkor siettünk el a konyha mellett. Muszáj, hogy... Semmi bajom, szakítottam félbe. Visszafordulva láttam, hogy Luke maga után húzza a döbbent est a folyosóra. Jönnek, már is. Lefogatod a csinos kis popótba, vágta rá Archer, és a nadrágja derekából előhúzott egy pisztolyt. Nem tetszik, hogy kedfenekét emlegeted, de különben meg hova megyünk? Damon még jobban megszorította a kezemet. Van tervünk? Kirohanunk, mint az őrültek? Jól hangzik, csatlakozott be Andrew. Ha csak nem akarjuk, hogy talicskán vigyenek ki. Nem. Felelt elük Dawsonra és Bessre pillantva. Dawson arca még mindig torz volt a dűtől. Kifelé a városból, Arizona irányába. Van ott egy rejtek helyem, amit ezek a seggfejek sosem találnak meg. Csak ki kell jutnunk a városból. Damon az öccsére nézett. Tetszik az ötlet? Dawson bólintott, Damon eleresztette a kezemet, odalépett hozzá és megragadta a vállát. Azt tetted, amit tenned kellett. Dawson a kezére tette a sajátját. És újra megtenném. Na jó, vessünk véget az érzelmes pillanatoknak. Aki be tud szállni ezek közül valamelyik kocsiba, az megnyerte a továbbjutást. Csörgetett meg Paris néhány kulcsomót a levegőben. Aki azt gondolja, hogy nem akarja kockáztatni az életét a többiekért, maradjon le. Aki keresztbe tesz, megölöm. Meglepően elbűvölően elmosolyodott, és valószínűleg élvezni fogom. Damon sötét pillantást vetett rá, de csak annyit mondott. Támogatom. Ha már idáig benne vagyok, vont vállat Andrew, akár végig is mehetek az úton. Mindenki esre pillantott. Mi van? Tűrte ideges mozdulatokkal a füle mögé rövid tincseit. Nézzétek, ha nem akarnék részt venni az őrült futamban, otthon maradtam volna. Itt vagyok. Igaza volt, de szívesen megkérdeztem volna, miért kockáztatnak Andrewval mindent, amikor nem kedvelnek sem engem, sem Best. Aztán rájöttem. Ez nem rólunk szólt, hanem Damonről és Dawsonról. A családról. Ezt én is támogattam. A bejárat felé igyekeztünk, de az utolsó pillanatban elkaptam Damon karját. Várj, vissza kell mennem. Archer megpördült. Akármi is az, maradhat, nem fontos. Damon. Megszorítottam a karját, feltételeztem, mindenki zsebében ott lapul az igazolványa, szükségünk volt a papírjainkra. Basszus, sziszent fel, amikor megértette. Indulj el kifelé, én gyorsabb leszek. Biccentettem, megkerültem Damont és csatlakoztam Archerhez. Komolyan? Mordult rám. A papírok ilyen fontosak? Igen. Gyűrű nem volt, sem a saját nevünkre szóló anyakönyvi kivonat, és igaz, hogy az egész nem jogszerű, de kiváltottuk a házassági engedélyt a hamis igazolványokra. És pillanatnyilag ez volt mindenünk, a jövőnk. Dawson addigra már felsegítette Best egy terepjáró hátsó ülésére. Ash és Andrew éppen utánuk másztak. Menj velük, nézte Archerre, tudva, hogy vigyázni fog rájuk. Mi majd Parisszel és Luke-kel megyünk. Archer nem tétovázott, félretolta Dawsont és maga ült a kormány mögé. Hidd el nekem, ha leszakad a szar az égből, örülsz majd, hogy én vezetek. Dawson nem tűnt túl lelkesnek, és abban a pillanatban pontosan úgy nézett ki, mint Damon.
csak hogy aztán olyasmit tett, amit Damon sosem szokott. Vita nélkül átmászott az utasülésre. Egy másodperccel később Damon jelent meg mögöttem. Itt vannak a zsebemben. Köszönöm. Bemásztunk a Hammerbe, Paris ült a kormány mögé Luke mellé. Amikor becsaptuk magunk után az ajtót, hátrafordult. Sajnálom Matthew ügyét. Nézett Damonre. Tudom, hogy közel álltatok egymáshoz. Egy család voltatok. Ez nagy szívás. De az emberek rohadt dolgokat csinálnak, ha kétségbe vannak esve. És ha hülyék, mormolta Paris alig hallhatóan. Damon bólintott és hátradőlt, aztán rám pillantott és felemelte a karját. Nem tétováztam. Rettenetesen sajgott a szívem, úgyhogy közelebb csúszantam és hozzábújtam. A vállamra tette a karját, ujjaival átfogta a karomat. Sajnálom. Súgtam én is. Nagyon sajnálom. Csst, súgta vissza. Neked nincs mit sajnálnod. Pedig rengeteg minden volt. Többek között olyasmik is, amiket fel sem fogtam még teljes egészében. És a tény, hogy a Daedalus biztosan már is úton van. Na igen, erre nem gondolhattam, mert már ford bennem a pánik, készen arra, hogy kitörjön. Akkor pedig haszontalanná válnék. A kapu nem nyílt ki, Paris nem lassított, Damon szorosan ölelt magához, amikor ledöntöttük a vaskaput. Még jó, hogy a Hammerrel jöttünk, jegyezte meg Luke. Damon a biztonsági övért nyúlt. Ezt tényleg be kellene kapcsolnod, nézett rám. És neked? Kérdeztem, de hagytam, hogy bekössön a középső ülésbe. Engem nehezebb összetörni. Ami azt illeti, szólt közbelük elnyúltva a szavakat. Valószínűleg engem a legnehezebb. Valaki már megint milyen szuper, morogta Damon. Luke csak horkantott, Paris a gázpedálra lépett, nyaktörő sebességgel száguldott végig a keskeny úton. Archer nem maradt le mögöttünk. Láttátok már a Daedalus legaranyosabb fegyverét? Sok mindent láttunk, vágtam rá oldalra dőltve, amikor Paris bevett egy kanyart. De azt a spéci puskát is? Luke feltette a lábát a műszerfalra. Reméltem, hogy a lépság nem olt ki. Ami egy lövéssel meg tud semmisíteni egy Luxent. PLP fegyverek. Pulzáló energiaprotekció. Micsoda? Összeszorult a gyomrom. Luke-ről Damonre néztem és vissza. Miféle fegyver ez? Energianyaláb, ami szétzilálja a fény hullámait. Új technika. Az Onyxra emlékeztet, csak sokkal rosszabb. Felelte Damon homrokráncolva. Nem láttam, de Nancy beszélt róla. Elektromágneses alapon működik, magyarázta Luke. Mindenkire veszélyes a környezetében. Ha elhozzák, nem viccelnek. Minden struktúrált jelet összezavar, és még az emberekben is képes kárt tenni, hiszen az agyat, a tüdőt, a szívet, minden alacsony feszültségű elektromos impulzusok működtetik. Alacsony frekvencián az emberek számára nem végzetes, de ellenünk bevetve bármilyen módon katasztrofális. Egyetlen lövés? Kérdeztem. Kirázott a hideg. Egyetlen lövés? Ismételte Luke komolyan. Nektek alig ha van aggódnivalótok, mert benneteket élve akarnak, de tudnotok kell, hogy ha elhozzák a nagy ágyút, itt sokan halnak meg. Elakadt a lélegzetem. Még többen halhatnak meg. Nem hagyhatjuk, fordultam Damon felé, amennyire az övé engedte. Nem hagyhatjuk, hogy bárki is meghalljon, amiért. Tudom, felelte Damon elszántan, de vissza sem mehetünk. Egyszerűen el kell innen tűnnünk, mielőtt ezek ellenünk kezd aggodalmaskodni. Zakatoló szívvel néztem Luke-re. Ő nem tűnt annyira nyugodtnak. Tudtam, Damon csak az én aggodalmamat akarta enyhíteni. Hálás voltam érte, de a rémületemet most már a lelki ismeret furdalás is tetézte. Ha bárki meghal, ne, szólalt meg Damon halkan. Tudom, mire gondolsz, de felejtsd el. Hogyan ne gondoljak rá? Damon nem tudott felelni. A lassan növekvő rettegés olyan volt, mint egy szélesedő szakadék előttünk.
Alkonyatra értük el a nyüzsgővárost. A neon feliratok és a hirdető táblák vörös-kék villogása, ahelyett, hogy hívogatott volna, most bántotta a szememet. A Sogár úttól délre megállt a forgalom, út helyett inkább parkolónak tűnt a terep. Hát a fenébe, csapott a kormányra Paris. Ez kellemetlen. Kellemetlen? Damon megragadta az ülés támláját. Ezt nevezem alulértékelésnek. Ki kell jutunk a forgalomból, tiszta célpontok vagyunk. Paris horkantott. Ha csak nincs a farzsebedben egy rakétahajtómű, fogalmam sincs, mit csinálhatnék. Lehajtunk majd valamelyik mellékútra, de azok is odébb vannak. Reszketeg ujjakkal kikapcsoltam az övemet, és előre csusszantam, amíg a térdem a két első ülés közti konzolon nem ért. Hátra lestem. Archer még mindig mögöttünk volt. Miért nem mozdul senki? Nézzétek, mutattam előre. A kocsisor talán a város túlsó feléig is elért. Mindenki megállt. Egyelőre nincs oka pánikra, felelte Paris, és vidáman elmosolyodott. Valószínűleg baleset, vagy valaki mesztelenül rohangál az autók között. Végül is Vegasban vagyunk. Valaki dudált. Vagy talán lezárták az államközi út felé felhajtót, tettem hozzá. Csak úgy mondom. Szerintem Paris a dolgok napos és ostoba oldalát nézi, Tita, felelte Damon. Kik vagyunk mi, hogy belekeverjük a realitást? A nadrágomba töröltem izzadó tenyeremet, és már válaszoltam volna, amikor valami tompa hangot hallottam. Hátrahajolva kilestem az oldalsó ablakon. A francba. Egy fekete helikopter szállt át a város felett, rendkívül alacsonyan. A rotorlapátjai, mintha bármelyik pillanatban beleakadhattak volna valamelyik épületbe. Lehetett volna bármi, mégis az a gyötrő érzés kerülgetett, hogy a Dédalus az. Megyek, megnézem, szólalt meg Luke, és a kilincsért nyúlt. Maradjatok itt, mindjárt jövök. Azzal kiszállt és elsietett a dugóban álló autók között, mielőtt akármelyikünk felelhetett volna. Szerinted ez okos ötlet? Kérdezte Damon dühösen. Nem az, felett, nevetett Paris. De Luke úgyis azt csinálja, amit akar. Vissza fog jönni, elég jó hozzá. Valaki bekopogott a hátsó ablakon. Összerezzentem, de csak Dawson volt az. Gondok vannak, tekerte le Damon a maga ablakját. Azt tudom, nem mozdul a forgalom, nem jó. Ingatta a fejét Dawson behajolva. Mint mindig, most is különös volt az első pillanat, amikor együtt láttam őket. Luke előre ment? Aha, válaszoltam, és a két térdem közé szorítottam a kezeimet. Dawson háta mögött a másik sávban valaki füttyentett. Dawson nem törődött vele. Luke végül visszaért, felmászott az ülésbe, és gyorsan rövid szóvba fogta a haját. Fiúk, van egy rossz és egy jó hírem. Melyiket kéritek először? Damon olyan erővel kapaszkodott az ülésbe, hogy az ujjai elfehérettek. Tudtam, két másodperc választja el attól, hogy megüsse Luke-öt vagy Paris-t. Nem is tudom. Talán, ha a jóval kezdenéd. Hát, vagy másfél kilométerre innen barikádot építettek az útra. Ezzel időt nyerünk, hogy kigondoljunk valamit. Ez a jó híred? Kérdeztem reketten. Akkor mi a franc a rossz? A rossz az, grimaszolt Luke, hogy egy különleges osztagra való ember járja végig az autókat, és ellenőriznek mindenkit. Szóval a gondolkodási időnk véges. Csak bámultam rá. Damon viszont hosszan és mesterien káromkodott. Hátra lökte magát az ülésben, megringatta a kocsit. Az áll kapcsán lefelugrált egy izom. Nem ez lesz a vesztünk, jelentette ki. Szeretném azt hinni, hogy nem, válaszolta Luke, a fejét ingatva nézett ki a szélvédőn. De szerintem is az a legjobb esélyünk, ha kiugrunk a kocsiból és elfutunk. És hova? Csattant fel Dawson. Vegaszt minden oldalról sivatag veszi körbe, és besz. Ellökte magát a kocsitól beletúrt a hajába. Besz nem tud kilométereket rohanni. Más tervre van szükségünk. És van más terved? Vágott vissza Paris. Mint csupa fül vagyunk.
Nincs, ismerte be Dawson, és újra az ablak keretre támaszkodott. Ha menekülni akartok, megértem. De besznek meg nekem, itt el kell bújnunk valahol. Ti elmen, nem válunk szét, szakította félbe Damon dühös éles hangon. Még egyszer nem. Akármi lesz, együtt maradunk. Ki kell gondolnom valamit. Biztosan van valami. Elhallgatott, mellé ütött a szívem. Micsoda? Kérdeztem. Damon lassan pislogott, aztán felnevetett. Rosszallóan néztem rá. Van egy ötletem. Türelmetlenül várjuk, pattintott Luke az ujjával. Ha még egyszer az orrom előtt pattintgatsz. Damon, kiáltottam rá. Koncentrálj, mi az ötleted? Kockázatos és tökéletes őrültség, fordult felém. Remek. Kihúztam a kezemet az övéből. Ez rád val. Damon elvigyorodott, aztán Luke-re nézett. Arról van szó, amit korábban már mondtál. Az erejük abból ered, hogy senki sem tud róluk. Senki sem tud rólunk. Változtassuk meg a helyzetet. Szerezzünk lépéselőnyt. A Carrer hálítással lesznek elfoglalva, és nem lesz idejük minket keresni. Alig fogtam fel, mit mond. Arra gondolsz, hogy fedjük fel magunkat? Igen. Szálljunk ki, és rendezzünk akkora jelenletet, amekkorát lehet. Mindenki összeszalad, a kavarodásban pedig meglépünk. Mint az 51-es körzetben, csak most... Most jóval nagyobb lesz a felfordulás, és irányíthatatlan. Akkor csináljuk. Dawson két kézzel csapott a kocsi oldalára, mire Rük haragosan nézett rá. Várj, intette le Paris. Damon nem törődött vele, a kilincsért nyúlt. Valami kattogott, az ajtó zárva maradt. Damon hitetlenkedve nézett Parisre. Gyerekzár, komolyan? Igen, kapta fel a kezét Paris. Először át kéne ezt gondolnotok. Nincs mit átgondolni ezen, felelte Dawson. Elég jó terv. Ha kellően nagy a káosz, ki tudunk szökni. Luke feltérdelt az ülésén és a támlára hajolt. Lila szemét nem vette le a testvérekről. Ha megtesszük, nincs visszaút. A Daedalus utána csak még dühöttebben fog üldözni minket. De időt nyerünk, hogy elhúzhassunk, érvelt Damon, és a pupillája halványan felragyogott. Vagy gondod van vele, ha megbényítjük őket? Gondom, nevetett fel Luke. Szerintem zseniális. Őszintén imádnám látni az arcukat, amikor az esti hírekben megjelennek a Luxenek. Akkor mi a baj? Tudakolta Dawson, és a kocsisor eleje felé pillantott. Még nem láttunk mozgást. Luke az ülése támlájára csapott. Mindannyiótoknak fel kell fognotok, mit készültök elszabadítani. Nem csak a Daedalus lesz ideges, hanem a teljes Luxen közösség is. Ami engem illet, én imádom a forradalmat, márpedig ez forradalom lesz. Vannak mások is, tette hozzá Paris, akik a maguk javára fogják kihasználni a helyzetet, a zavarosban halásznak majd. Nagyot nyeltem, mert eszembe jutott az a ronda százalékarány, amit Dasher említett. Két hegy között vagyunk a völgyben, és az egyik egy kitörni készülő vulkán. Állapítottam meg. Damon a szemembe nézett, mert tudtam, hogy döntött. Ha a családjáról van szó, az egész világ ellenében is a családját választaná. A kilincsre tette a kezét. Nyisd ki az ajtót. Biztos vagy benne? Kérdezte Luke még egyszer ünnepélyesen. Csak arra ügyeljetek, hogy emberekben ne essen kár, kértem. Luke arcára boldog, őrült mosoly ült ki. Hát akkor, itt az ideje, hogy mutassunk a világnak egy kis földönkívüli nagyszerűséget.